adás, és ezúttal nem másról beszélnek nektek, mint az El Camino-ról, ami ugye egy film, egy Netflix film, viszont ami nagyon fontos, egy sorozathoz kapcsolódik, úgyhogy nem fogom most külön a film tálmozitán rovatba berakni, emiatt, hanem a sorozat rovatunkban. Az El Camino már a cíművel is sokat varázslatba ejthet, hiszen nem csak sok számára egy nagyon jó kis autót takar ez, főleg a sorozatból, de amúgy is a való világban, hanem ugye az El Camino-i zarándokutat. És milyen érdekes, hogy tudva levő, aki látta a sorozatot, hogy Aaron Paul, Jesse Pinkman karaktere milyen utat jár be. És hogy ő igazából a végére gyakorlatilag megváltást is kapott valamilyen szinten, hiszen egy sokak számára nem kedvelt, negatív karakterből egy pozitívabb karakter kaptunk a Breaking Bad végére. Még igazából Walter White karakter az ellentétes utat járta be, bár hozzá kell tenni, hogy a végén végülis valamilyen szinten a tettével az utolsó rész, utolsó pár percében ugye ő kicsit mond, glóriát kapott idézőjelbe. De ő mégis egyre gonoszabbá vált a hatalom, a pénz, a siker által. Illetve hát azáltal is, ami bekerült abba a végtelen 22-es csapdájába és spirálba. Még Jesse Pinkman meg próbált igazából kitörni onnan sokszor, bár mindig visszahúzta a drog, vagy valami más, vagy egy nő, vagy akármi. Így vagy úgy egy rosszabb helyzetben, mint akár mint előtte mindig volt. De a végén a sorozatnak próbált kitörni ebből a könyörtelen világból, és abból a helyzetből, amiben ő belement, és sokaknak szimpatikusabbá vált, egyre jobban, és viszont sorsát is láthatjuk esetleg, de nem ez volt. Tehát ezért volt nagyon sokaknak 2013-ban egy hatalmas hiány érzet, hogy sajnos Jesse Pinkman karakterről nem tudtunk meg mindent. Nem volt egy rendes lezárása, míg Walter White megkapta, és ezt most le is fixálták itt az El Camino filmben, hogy igazán tényleg mi történt vele, mert sok volt a konspirációs ötlet és teória a rajongóknál, hogy Walter White még esetleg élhet, vagy mit csinál. Na, azt itt lefixálják a sorozatban, de viszont Jesse Pinkment most láthatjuk beérni igazán, és most láthatjuk a sorsát valamelyest lezárulni. Hozzá kell tenni, hogy nekem, ha már a zárásról van szó, az El Camino-ban az egyik negatív, egy kicsit zárása volt. Melankolikus próbált lenni, amilyen mondani valókat is próbált adni a nézőknek, képekkel is, a szavak nélkül, azt tetszett, viszont amilyen gyorsan véget ért, és igazából olyan semmilyen nem ért véget, ha fogalmazhatok így, ha megnézitek, akkor talán értitek, hogy mire gondolok, spoiler nélkül. Az nekem nem annyira jött be, egy ilyen hosszú életút, amit a sorozattal együtt már hosszúnak mondhatunk, ezek után így záruljon le, én nem tudom, nekem valahogy ez a furcsa volt. Itt a rendezés szempontjából értem leginkább mindezt. No de az El Camino-ban az igazán jó dolgok azok, amelyeket igazán megszerettünk a Breaking Bad sorozat során. A feszültségkeltés, a sokszor humoros vagy fekete humorral árnyalt, de iszonyatosan izgalmas, hirtelen csavarok, változások és olyan helyzetbe kerülések, amelyekből azt hiszük, hogy soha nem tudnak kijönni jól egy-egy adott karakter. Hát ezeket szerintem talán a legjobban, illetve azokat a hirtelen váltásokat, néha egy-egy hangulatbeli elemben, néha egy-egy történésben, amit nem is gondoltunk volna, nem vártunk volna, és azért ezek is benne vannak az El Camino filmben. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy azért hát nem a Breaking Bad legjobb pillanatait, illetve csúcs teljesítményeit idézi azért az a film. Egy kicsit talán túl hosszú, azt kell mondanom. Tehát a 2 óra az itt egy kicsit túllőtt a célon. Nagyon vannak elnyújtott jelenetek, amelyek csak súlykolják a nézőbe azt, amit amúgy is tud és lát, például aki már látta a sorozatot. Tehát itt kicsit ilyen erőltetnek éreztem ezeket a jeleneteket. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok cameo van a filmben, ami bizonyos szintig tök jó, de hogyha sokszor nincs igazán megmagyarázva jól, vagy nincs igazán fontos háttere annak, hogy valamelyik cameo miért is van jelen, akkor igazából sokszor feleslegessé válnak. A Todd, az aki nem is cameo igazából, hanem egy fontos szereplő most ebben a filmben, ő érthető teljesen, és egyébként az ő karakterét amúgy is én is nagyon utáltam, és olyan szabról szerettem, hogy jól hozta a színész ezt a nagyon idegesítő karaktert, egy nagyon undorító és nagyon gonosz igazából karakter. Mondhatnánk, hogy ő a Breaking Bad, hát kicsit a Breaking Badnek a trollkarcából ismert Ramsay-e valamelyest, nem teljesen, de talán ha kéne hasonlítani, akkor én ezt mondhatnám.
És hát ő belőle itt sokkal többet kapunk egyébként sokszor, mint egy Breaking Bad epizódban, de semmi gond nincs, viszont vannak olyan kamerók, amelyek sokszor feleslegesnek érződnek, mert 5 percre berángatnak valakit, vagy még annyira se, hogy aztán eltűnjen, és igazából olyan sok mindent nem tudjanak vele kezdeni, csak visszahoznak egy hangulatot, egy flashbacket, a olykor egyébként, és ezen keresztül hoznak be karaktereket. Hát most végül is, de olyan meglepetés, ha elmutattam nektek, hogy Walter White az ilyen szempontból tér vissza, hogy hogyan és mikor és miért, azt már látjátok a filmben. Aztán itt van Mike karaktere, aki szintén kb. Ilyen 3-4 percet van a filmben, ellentétben, mint akár az új sorozattal, a Better Call Saul, ahol szintén fontos szerepet kapott, ahogy a Breaking Bad-ben is, ugye nagyon fontos szereplő volt. Itt valahogy nem csillogott, aztán amit viszont sajnáltam, ha annyi kamerót akartak már belerakni, miért raktak bele a további gonoszokból, vagy gonosz karakterekből, mafiózókból, akik nagyon ismertek és népszerűek lettek a sorozatban. Lehetett volna abból is akár flashback, de nem volt. Viszont voltak olyan jelenetek, amelyek a második évadra a Breaking Bad, illetve azt hiszem az első és a harmadikra utalgattak, sőt volt egy az utolsó részre, azt hiszem az ötödik évadban. Nagyon tele volt ilyen flashbackkel, meg cameóval, csak ez sokszor megtörte a film vonalát, és az is nekem furcsa volt, hogy vágták a filmet néha, mert ide-oda mentünk sokszor egy bizonyos jelenet előtt és után Jesse Pinkman látva. Meg láttuk vele is flashbackeket, korábbi részeket, olyanokat, amelyeket esetleg csak utaltak, olyanokra, amelyekre csak utaltak a Breaking Badbe, és most láthattuk, vagy a konkrét Breaking Bad utáni részekből, jelenetekből is láthattunk az ő karakterével jeleneteket, viszont ez a gurált a jövőbeli jelenetekkel vele. Ugye a végére elérünk ugye igazából a karakter sorsának végére, ami hát, hogy megüdvözölendő sors volt, vagy üdvözítő, így is mondhatnánk, vagy egy negatív, vagy haláli, vagy nem tudom, ezt majd látjátok. Én végülis ezzel nem voltam alapvetően elégedve, csak mondom, a hogyanjával, a módjával nem. Aztán itt vannak a híres stílusú zenék, amelyeket a Breaking Badből ismerhettünk, bár a fő témája, meg ugye az alapvető elemei nem voltak igazán jelen, de nagyon jó betét dalokat hallottunk, ugyanúgy, mint a legtöbb Breaking Bad epizódban, és ami nagyon fontos, hogy a fényképezés az jelen volt, ami az egyik mesteri húzása volt mindig is a Breaking Badnek, annak ellenére, hogy azt hitték volna nagyon sokan, hogy ez nem egy fantasy, vagy nem egy történelmi sorozat, vagy nem egy epikus sorozat, szó klasszikus értelmében, bár valamilyen szempontból mondhatnánk ezt is rá, csak más úton módon. Ennek ellenére olyan fényképezéssel látta el a nézőt, hogy nagyon kreatív volt. Nem csak olyan szempontból, hogy éppen hogyan forgatják a kamerát, hanem sokszor olyan érdekes szűrőket alkalmaztak, amelyekkel a karaktereknek az elmeállapotában majdnem érezhettük magunkat. Csak a látásmóddal, hogy felvették a sorozatot, és itt is ez a helyzet egyébként, ugyanígy Jesse Pinkman esetében érezhettük ezt, hogy akár Todd-nál. És az izgalomfaktort is sokszor a kamerával nem tudják még jobban fokozni, ami amúgy is ott van, de egy-egy feszültséges jelenetet a kamerával itt is tudtak nagyon érdekessé tenni, véleményem szerint. És nagyon fontos lesz ebben a részben Todd pénze, nem hiába. Szóval azt fogjátok, ehhez is köthető jó pár emlékezetes jelenet. Igazából ez durván a film közepén van jelen. És ezt egész jól vitték végig. Viszont azt sajnáltam, hogy nem nagyon foglalkoztak még olyan oldalák karakterekkel, akinek esetleg a sorsa érdekelt volna még minket. Véleményem szerint a Breaking Badből. Vannak utalások ezekre a bizonyos karakterekre, de semmi több. Ezzel láthatjuk egy kicsit Jesse Pinkman szüleit. Mondjuk náluk is még jó lett volna a vége fele még egy montázs szerintem, vagy valami. Hogy a fiúk, amikor is csinált velük valamit ebben a részben, vagy trükközte őket igazából, utána ők erre hogyan reagálhattak volna. Ez jól lett volna látni szerintem. Az is tetszett, hogy az erőszak tekintetében a film azért nem volt, úgymond ilyen lágy lelkű, tehát ahogy a Breaking Bad is próbált realista lenni, itt is az akciók azok elég durvák, és olyan hirtelen jönnek, törnek ki, például a Pinkmanből is. A Pinkman karaktere mindig is talán olyan volt, hogyha ő agresszív lett, akkor annak sokszor meg volt az oka, és próbált, főleg ugye a sorozat vége felé már nem
És kicsit itt is ezt éreztem, amikor így hirtelen kitört az egyébként itt már megtört félénk karakterből, ki legalábbis itt a film elején egy ilyen nagyon megtört és nagyon durván széthullott karakter. Amikor előtör belőle az agresszió, akkor annak volt oka. Hát igazából ennyit tudnék talán mondani így a filmről, összességében egy nagyon jó hangulatvilágú, tipikus Breaking Bad stílusú film, csak nem a legjobb Breaking Bad epizódokat idézi, mert sokszor vontatott lassú, és bizonyos karakterek kapnak úgy szerepet, hogy annak olyan nagy értelme nincs, bizonyos karakterek meg szinte egyáltalán nincsenek jelen. Szóval ez egy ilyen kicsit felemás film lett ilyen szempontból, de nagyon nagyot alakít Aaron Paul Jesse Pinkmanként, tehát dicsérjük meg, én továbbra is őt is nagyon kedvelem, nem csak Walter White alakít a színész, kedveltem. És hát hozzá kell tenni, hogy mégis ez egy hiánypótló volt valamilyen szempontból, hiszen Jesse Pinkman történetszála nem volt teljesen tehát lezárva a sorozatban, ezt teljesítették az alkotók, de én akár ezek után kíváncsi lennék más karakterek sorsára, hiszen olyan a Star Wars Story alcímmel jelen voltak ugye a korábbi Star Wars filmek mellék karakterei, aki persze túlélték mondjuk a sorozatot. Meglátjuk ebből mi lesz. Ugye hát a Star Wars filmeknél ezek nem mindig voltak sikeresek, a Solo az gyakorlatilag megbukott szinte. Viszont a Zsigán egyes nagyon jó volt. Nem tudom, hogy egy ilyen utat akarnak-e követni, mert a készítők, de ki tudja, meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ennyit akartam mondani, én adok a résznek, filmnek egy 75-80%-ot, nekem kellemesen tetszett. Nem egyetlen nem a legjobb úgymond Breaking Bad pillanatok egyike volt, de nagyon jó utáni érzés, egy nagyon jó igazából hangulat erősítő Jesse Pinkman oldaláról. Úgyhogy ezen töretek, sziasztok! I get high and I get low. Oh, but that's the way these things go.